Ahogy lehet is látni, szépen meg van bokrosodva a növény, tehát egy tőről a 4-5 szár is szárba szökhet majd tavasszal. Már kezd látszódni a tövén kezdődő gombabetegség, úgyhogy hát meglátjuk, mit hoz a tél, mit hoz az időjárás, hogy alakul. A gazdálkodónak mindig alkalmazkodni kell ehhez. Hiába szeretnénk bármilyen időjárást, az úgyis olyan, amilyen ő akarja. A múlt hét időjárása az enyhe időről és a meleg rekordokról szólt Magyarországon. A hőmérséklet csúcsértéke délnyugaton több napon is 15 Celsius fok fölé emelkedett, és többször is megdőltek a napi meleg rekordok. Ez az enyhe időjárás kedvez annak, hogy ez a most már jelentős csapadék még mindig el tud szivárogni a földbe, viszont nem pusztulnak el azok a kórokozók, legyenek ezek gombafélék, rovarkártevők, sőt a kisebb rágcsálók sem, amelyek komoly plusz pénzbe kerülnek egy gazdálkodónak, hiszen hogyha ezeket a téli hideg nem regulázza meg, akkor azt vegyszerrel kell majd, hogy megtegyük, és ez jelentős plusz költséget jelent. Számottevő talajfagy eddig a télen nem volt az országban, csak a felső néhány centiméteres réteg fagyott meg átmenetileg néhány kevésbé felhős éjszakán. Gyakorlatilag ugye az őszi vetésük, most beszéljünk mondjuk a búzáról, ugye van egy aravizációs időszak, amikor megáll a növény fejlődése, ez genetikailag kótolt benne, és a hideg váltja ki. Hogyha ez csak részleges, akkor gyengébb, lazább szövetű levelek nőnek, amit könnyebben megtámadnak a kórokozók. Fölszaporodik rajta a betegség, és ezért kerül majd nekünk többe az ez ellen való védekezés. Egy laza hóréteg az megvédi a kemény fagytól a növényeket, ezért nincs az úgynevezett felfagyás, ami például most könnyen előfordulhatta, hiszen hó nélkül a felázott talajon két nap múlva fordul az idő, és úgy jön be a mínusz 10, akkor ugye ezt mindenki tudja, hogy a jégtérfogata nagyobb, mint a vízé, tehát a talajban levő jég elemeli a növényt, úgy mondjuk, hogy megszakítja a gyökerét, és ez újabb terméscsökkentő tényező lehet. Ez nem költségnövelő, ez terméscsökkentő tényező. A 30 napos csapadék összeg az országban még mindig többletet mutat a sok éves átlaghoz képest, de a 90 napos csapadék összegben már nagyobb a különbség. Az ország középső részén többlet, de főleg északnyugaton és délkeleten jelentős hiány van. A talajok felső rétege az elmúlt napokban az igen enyhe és szeles délnyugaton sokat veszített a nedvesség tartalmából, de a felső egyméteres réteget tekintve jól áll a talaj téli feltöltődése.